Még mindig releváns. Az elmúlt nagyjából fél év során volt tulajdonképpen néhány próbálkozás arra, hogy a társadalomtudományok különböző területein valójában keretezzük ezt, hogy akkor mit is jelent. Hát a kezdeti fázisban ugye maga a lezárás, a későbbi fázisban ugye ez a félig online, félig offline, tehát ez a hibrid létforma, és úgy néz ki, hogy ez egy elhúzódó folyamat. Úgyhogy az aktualitását, tehát az aktualitását tulajdonképpen még mindig ez adja. Na most a másik vetületét, hogyha nézem, én azt hiszem, hogy a néprajztudom és az antropológia is valójában az embert próbálja megérteni, és az emberi viselkedéseket, és hát ugye nap mint nap látjuk, hogy számos konfliktus születik ugye a viselkedésformák különbségeiből adódóan. És ugye egy ilyen törésvonal mentén pró és kontra az emberek felállnak, ugye egymással szemben állnak. Most a társadalomtudós azt hiszem, hogy nem igazat kell szolgáltasson egyik vagy másik félnek, hanem egyszerűen meg a dinamikáját kell vizsgálja. És úgy néz ki, hogy ez a téma, ez még mindig forr. És muszáj megpróbálni keretezni. Milyen tematikájú előadásokra került sor? Mint minden konferencia, tulajdonképpen nagyon változatos a témák tekintetében. Itt tulajdonképpen elkezdve attól, hogy akkor a néprajzkutató hogy tud kimenni terepre, hogy tud részt venni különböző eseményekben, tehát az egy módszertani kérdés felül indulva, elegészen a konkrét különböző népszokásoknak a népszokásokra tett hatását a járványnak ugye vizsgáljuk, tehát hogy azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy nagyon széles paletta. Gyakorlatilag a klasszikus témák minden területére kiterjed, és mindenütt érezteti a hatását a járvány, és akkor a vizsgálatok erre kérdeznek rám, hogy akkor ezeket a területeket hogy érintette, hogy alakította, hát mit jelent ez az egyszerre online és offline megélése tulajdonképpen.